Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket Hírérték című műsorunkban, és köszöntöm Önöket kedves vendégemmel együtt, Székely Randás Bertalan úrral. Nem először van nálunk, és köszönöm szépen, hogy egy hosszabb idő kihagyásával, de ismét itt köszönhetem, és elfogadta a meghívást. Nagyon jól ismerjük Székely Randás Bertalan úrnak a munkásságát, elsősorban, mint nemzetiségkutató. A kisebbségkutatásban a Kárpát-medencét illetően, de szűkebb területünkön Magyarországon meghonosodott kisebbségeket, ősi kisebbségeket, tradicionális kisebbségeket mind-mind történelmiségében kutatja. De ugyanakkor külön kiemelve, mint például az örménység, az örmények története, gondolata, maisága annyira megható, hogy fölkarolja és új oldaláról is szerethető, tisztelhető módon bemutatja nekünk, amelyet külön tisztelettel köszönök. De úgy, ahogy van a populáció. Most a mi találkozásunkat egy nagyon szép könyv indította útjára, Kárpáton innen, tengeren túl. Azt megszoktuk, hogy Kárpáton belül gondolkodik, jár, mert hisz, amiről beszél, végigjárja, tapasztalja. De most a tengeren túli magyarság is, és egy bizonyos törzsre is kitekintett, azzal a nagyon szép mentalitással, hogy hol is nincsenek magyarok ezen a földön, ott vagyunk, alkotunk, és a nyelvünket is őrizzük. Beszéljünk erről a gyönyörű könyvről, tehát Kárpáton innen, tengeren túl, parancsoljon. Hát, mint hogy a korábbi köteteim is, valahol ezt a Kárpát-medencei pálutcai fiúkra utalva Gittet rágja tovább. Ez tényleg egy olyan vesszőparipa, amit megadatott, hogy a 70-es évek vége óta folyamatosan tudom tanulmányozni, és hát kezdetben nyilván más munka mellett szabadidőben, később pedig főállású kutatóként vagy kormánytisztviselőként próbáltam az ügyet szolgálni. Az biztos, hogy 15. könyvét tartjuk most itt önöknek is előtérben, hogy olvassák, forgassák, de mint szociológus is nagyon kemény megállapításokat hozott, javítandó ötletekkel, javítandó feladatokkal a Kárpát-medencén belül, és most kiderül, hogy tengeren túl is. Néhány példa. A szociológusok azon fajtájából való vagyok, akik nem csupán öncélúan, mint egy bogarakkal foglalkozó természettudós tanulmányozom a kérdést, hanem mindig ott munkál bennem a javítás szándéka. Tehát nem csak feltárni kell a valóságot, hanem megpróbálni cselekvéssel a feltárt gondokon javítani, segíteni az érintett közösségeknek, és hát vannak elődeim a magyar társadalomkutatásban, akik hasonlóképpen gondolkodtak. Elég, ha csak Vence Józsefet említem, aki a két világháború közti elcsatort Erdélyben a magára találás tudósa volt, és falukutatásokkal, meg tulajdonképpen a közösséget javító mozgalmakkal próbálta előre lendíteni a kisebbségi önszerveződés ügyét, második világháború után pedig egyetemi tanárként próbálta mindezt magasabb szinten. Ő egyébként Dimitrije Guszti, a román nemzettudomány megalakítójának a legjobb magyar tanítványa volt, tehát azokat, amit Guszti a román közösség szempontjából felépített módszertanilag, Vence József a magyar nemzetiség érdekében mozgósított, és mindezt egy olyan etikai töblettel,
ami a nép szolgálatot is jelentette. Utalt nagyon szerényen magas beosztására. Egész életében gyakorlatilag ezen a mesdjén haladt végig, de soha nem szűnt meg a kis emberek sorsával foglalkozni. És itt a kis emberek sorsát úgy értem, hogy nemzetiségen belül, kisebbségeken belül nézte az egyes ember életútját, aki költészetével, vagy most éppen Wenzel urat említette, kiemelte. Nagyon sokan vannak, akiknek a nevét is alig ismerjük, ön viszont segített, és most is segít előtérbe helyezni. Tanuljunk tőlük nemzettudatot, tanuljunk tőlük tiszteletet, barátságot, és az emberhez méltó módon szóló szólást, ha úgy kell polémiát, ha úgy kerül a sor erre, de mindenképpen az emberi minőséget megtartva. És ez nem volt olyan egyszerű, amikor a kormányban, hát szó szerint meg kell mondjam, hogy nem is tudom, hogy csinált önnek időt, mert itt a Kárpát-medencei fórumokat, amit szervezett, tudományos fórumokat szervezett, beleértve a műegyetemet, és nem csak mint helyet adó intézményt, bevonva a gondolkodó embereket, hogy nyelvre való, anyanyelvre való tekintet nélkül fogjunk össze, de itt élünk ebben a gyönyörű nagy országban. Nagyjaink korában is már felismerték az egymásra utaltságot, a közép-európai sorsközösséget. Már a 19. században jelesek dolgoztak az összefogáson, elég, ha csak a szabadságharc utolsó napjaiban megszületett magyar-román megbékélési nyilatkozatra gondolunk, vagy az első nemzetiségi törvényünkre. Később a Kossuthi emigráció is gondolkodott összefogásban, egy Dunai konfederációban, és hát Trianon után is a legjobb gondolkodóink, Németh László és mások megfogalmazták az összefogás szükségességét, a kulturális közös pontok megtalálásának fontosságát, egymás nyelvének megtanítását, megtanulását. Tehát ezek olyan ügyek, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy erősebbek legyünk. A magyarság ebben a szétszakítottságban, amit két világháború végén a béke diktátumok ránk kényszerítettek, létkérdés. Létkérdés a számára a szomszédokkal való összefogás. És tényleg a sok száz év együttélés rengeteg közös jellemzőt is kialakított. A vallásunk, a népszokásaink, a kultúráink egymásra hatása, ami nem egy oldalú, hanem kölcsönös volt. És hát, ha megnézzük itt az elmúlt éveknek, évtizedeknek a V4-es összefogását, a legtermészetesebb, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk, komolyabb tényezők az európai közéletben. Mielőtt részletesen rátérnénk jelen könyvére, szeretném kiemelni, bár ebben is benne van, egyrészt a népi kultúra és az identitás kérdésének, inkább feladatainak a megjelölése, taglalása adott esetben az ön magatartás, mentalitás módján, idézőjelben mondom, az ellenőrzés, mert féltő szeretettel fordult mindig ebben a témában, írásban, személyesen, féltő szeretettel az emberek felé, akik sorsát gyönyörűen végig tudja kísérni és számunkra prezentálni, de szeretettel. És maga a sors közösségek a Kárpátokon belül és Európában. Valami elképesztő finomsággal, de ugyanakkor rigorisztikus hozzáállással, hogy ne sérüljön az ember lelke, ne sérüljön a talaj, amelyen jár, ne sérüljön semmi, ami a magyarságnak most is letéteményese, alapja, föld és ember viszonya itthon. És ebbe ágyazza bele a nyelvi fontosságot, ahogy írja ebben a könyvében is, a preambulumban, a világon mindegy 15 millió ember tartozik a magyar anyanyelvűek közé, de ettől sokkal több az a millió, aki nyelvünket beszéli a világ összes táján, amelyet ma nyomon tudunk kísérni.
És térjünk is rá erre a gyönyörű könyvre. Parancsoljon! Egyébként szeretném megmondani, ahogy én ismerem az eddigi könyveit, és szeretettel, tisztelettel olvastam. Ez egy kicsit felszabadultabb, olyan gyűjteménye eddigi könyveiből, a közösség, a sors közösséget vallató, vizsgáló, de újszerűen történő megközelítésben, ami ezt a felszabadult lelkületet volna kedves nekünk most itt a kedves nézőink fel is tolmácsolni. Ne csak én legyek ennek, szó szerint idézelve mondom, tulajdonosa. Tanulmányos esszékötetről beszélünk, ahogy a korábbiak esetében is. Itt tulajdonképpen az elmúlt 4 év nagyobb és kisebb írásaiból a tematikus válogatás született. A legelső egység az a népi kultúrával foglalkozik. Jó magam, néhány évtized ezelőtt néprajzos szerettem volna lenni. Ezt az akkori körülmények nem tették lehetővé, ami egyáltalán nem baj, mert az első végzettségem műszaki, így... Mérnök, így sokkal reálisabban a földön járóan tudok a bölcsész és társadalomtudományok felé fordulni. Mind a mellett megadatott ezelőtt 11 évvel, hogy a Magyar Néprajzi Társaság, mint nemzetiségkutatót felkért, hogy szerkesszem, főszerkesszem a különböző nemzetiségek nyelvén megjelenő néprajzi köteteket. Ez egy nagy ajándék volt a sorstól, hiszen mégiscsak vissza tudtam kanyarodni az egyik szerelmemhez, a tárgyi és szellemi néprajzhoz. Közel 30 kötet jött már így ki a gondozásomban. Ezekről a kötetekről, a különböző nemzetiségek jellemzőiről is írok ezekben az eszékben, tanulmányokban, de ugyanakkor két közvetlenül a néptánccal, illetve a népzenével kapcsolatos írás is helyet foglal ebben az egységben. Sors közösség a Kárpát-karéban beszéltünk erről. Igen, a határon túli magyarokkal való egybetartozásunk, határokon átnyúló egységes nemzetben gondolkodásunk magától értetődő. Nem csak a 2010 óta meglévő könnyített magyar állampolgárság megadásában és az alkotmányban is a rögzített egy és oszthatatlan magyar nemzetről van szó, hanem arról a mindennapi feladatunkról, hogy nekünk a szolidaritást kicsiben, az egyes ember szintjén, kis közösségek, települések, civil szervezetek szintjén is meg kell valósítanunk, és természetesen az anyanemzet kötelessége gondoskodnia önszántukon kívül elszakított nemzetrészekről, közösségekről, az oktatási, kulturális, sport, gazdasági és egyéb területeken hétköznapi valóság. Tehát egyfelől a határon túli magyarok ügyei, másfelől pedig az egybetartozó szomszédainkkal való múltbéli és jelenbeli kapcsolat. Említette tanárnő az örménységgel való meghitt viszonyomat. Itt a vallás és a hazafiság összefüggéséről értekezem egy konferenciaérvedás kapcsán, hogy milyen fontos volt az erdélyi örmény gyökerűek esetében a maguk örménykatolikus vallása és az örményként, örmény-magyarként való megmaradásuk. Mert az egyik leghűségesebb nemzetiségünkről van szó, akik soha nem fordultak a magyarság ellen, integrálódtak, beilleszkedtek, és közben nem feledték a gyökereiket. És hát Miskolci Ambrus professzora, az ELTE román tanszékének nyugalmazott vezetőjével egy életútinterjú foglalkozik, amiben a magyar-román viszony sarkalatos pontjaira, neuralgikus kérdéseire is kitérünk. Úgy gondolom súlyponti írása ez ennek az egységnek, és hát egy olyan saját kezdeményezésű tudományos kutatás, hogy a trianoni centenáriumi esztendő hazai és határon túli sajtóját górcső alá vettem, és tematikus tartalmajelemzésben tártam föl, hogy miről is szólt ez a centenáriumi év.
itthon és szinte valamennyi szomszéd ország magyar nyelvű sajtójában. A népi kultúra kapcsán még visszatérve, az egyik legizgalmasabb észak-amerikai indián törzs, a navahók társadalmi viszonyait is tanulmányoztam. Úgy gondolom, a magyar nyelvterületen nem igen jelent meg róluk ilyen méreható elemzés, és természetesen a magam kelet-közép-európai szemüvegét használtam, és bizony vannak analógiák, áthallások az ő elnyomásukban, és később megvalósult, az utolsó évtizedekben megvalósult kulturális és területi autonómiájukban. Abszolút novum ez a könyvében. Abszolút novum a saját kutatási területein. És ez jó elgondolkodni, hogy mi minden adott alapot ahhoz, hogy egy ilyen valóban Európában kevésbé ismert törzsnek gyakorlatilag a történelmét, nyelvészetét, identitástudatát a maga területén egyénileg térképezte fel. De azért egy picit megengedi, visszatérek az örmény nagyon szép kapcsolatára. Iseklócz Sarolta volt olyan kedves, vezetője ugye az örmény közösségnek, hogy Mária, még egyszer ide meghívta, Mária, nem is tudjátok sokszor, hogy akit ti magyarként tiszteltek, születésileg örmény, és kezdte felsorolni a fél operaházat, művelődési területeket, tudományterületeket, de olyan szeretettel, olyan tisztelettel, hogy az ember rögtön azon a fejet kellett, hogy hajtson, mert ez a békés együttműködés tényleg fogjunk össze, és szó nem volt arról, hogy itt valaki kisebbségnek érezze magát. Hozták azt a csodát, amitől nagy tud lenni egy ember, és egy nyelvi közösség is. Úgyhogy valóban igazat kell adjak önnek abban, hogy itt az örményekkel a kapcsolatunk nagyon szép, és mindig békés volt. Úgyhogy hála, hogy ezt kimondja. Minőséget adtak a magyar kultúrának, a magyar közéletnek, hát a dualizmus idején a lakosságon belüli számarányokhoz képest 30-szoros volt a részvételük, akár a magyar parlamentben, a magyar kormányzati munkában, és a helyi közéletben is. És hát el kell, hogy áruljam, jó magam is, ha nem is vér szerinti, de családi kapcsolatban állok ezzel a közösséggel. Dr. Urmánci Nándor az első világháború előtti magyar országgyűlés képviselője, tágabb családjához tartozónak érezhettem magam. Ő volt az, aki Trianon után elindította az ereki és országzászló mozgalmat, aminek eredményeként körülbelül 1000 országzászlót emeltek a szűkebb és később a bécsi döntések kapcsán kiegészült ország, de területen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a magába hordott, eddig magába hordozott érintettségről minket tájékoztatott. Ismerve önt, ez abszolút nem jelentette azt, hogy előbbre helyezi bármelyik nyelvi közösségünknek ezt a sajátos vérségi identitást is. Nem, ön az emberekkel törődik, és az, hogy itt bárki hol él és bármilyen nyelven beszél, hazájának tekinti Magyarországot. Nem tehettem meg, hogy egyik vagy másik irányban elfogult vagyok, hiszen akár soha. Kutatóként a 80-as esztendőkben, akár különböző köztisztviselői munkakörökben, a legkisebb tanácsosi fokozattól a főosztályvezetői meg főtanácsadói címig minden pozícióban igyekeztem az embert nézni, igyekeztem egyenlő mércével mérni az egyes közösségek irányában, és hát ez hozhatta azt magával, hogy jó viszonyban vagyok mind az egyes nemzetiségekhez tartozó egyénekkel, igen, vezetőkkel, személyiségekkel, mind a közösség egészével. Csak így lehet színe, íra, egy stúdió foglalkozni ővelük. És visszatérve, még előbb említett, önt mindig motiváló, éjjel-nappal ezzel törődik. Hogyan tovább a 1919 és 20-as ránk nézve
nagyon szomorú döntést után. Ebben a könyvében híven önmagához megint bemutat egy nagyon kedves pedagógust, Böröndi Lajos urat versével, és ezt rögtön ezzel kezd, és ezért hívom életre az előbbi témánkhoz igazodóan. A verse így kezdődik. Arra ébredtél, hogy nincs meg az ország. Nem veszett el, csak földarabolták, nyelved is él, még tudsz is beszélni, de lassan, lassan már senki nem érti. Óvatlan voltál, sose vigyáztál, sokáig álltál nyitott kapuknál, akik bejöttek, jól megkerültek, végül a hátad mögé kerültek. De ezt mai napig nem engedi. A maga munkásságával, munkatársaival együtt, kézzel fogva, minden olyan íróval, költővel, akikkel korábban is kapcsolatban került, egymást erősítve, és ahogy ezt a preambulumát csak nézem Szőcs Gézának, hogy hogy vezette be, ezzel a gondolattal tiszteljen meg bennünket, és miután lassanként 4 perc van a műsoridőnk végéig, én kérem szépen, hogy ezt a gondolatot, amit ő megírt a népi kultúra vonzásában fejezett preambulumaként, hát nézzük meg, magyarnak születni. Így kezdi, de legyen ez az öntiszte. Szőcs Géza nagy formátumú alakja volt nem csak az erdélyi irodalomnak és kultúrának, hanem az egyetemes magyar szellemi életnek is. Nagyon örülök, hogy személyes kapcsolatban is állhattunk, ismerhettük egymást, és úgy gondolom, hogy a miniszterelnök sem véletlenül a legközelebbi kulturális munkatársai, tanácsadói között tartotta számon. Hát az idézetet akkor pontosan szeretném valamelyik nagyobb írásából. Magyarnak születni, vagy pápuának, vagy svédnek, vagy etiópnak, akár akarjuk, akár nem, olyan körülmény, amely születésünk tényénél fogva a sajátosságnak nem csak a méltóságával, hanem a bilincseivel is megáld és megátkoz bennünket. Bennünket, mindenkit. Ezt jelenti az a meghatározottság, hogy annak születtünk, aminek. Ez alól kibújni nem lehet, még akkor sem, ha átsomfordálunk valamely másik koordináta, paradigma, kánon és értékrendszer díszletei és jellemezei közé, és cselekményének sodrába és koreográfiájába. Amikor a sors, mint óriás gólyamadár, egy konkrét helyzetben tett le bennünket, egy konkrét bölcsőbe, ezzel esélyek, kihívások, felelősségek, feladatok, kötelességek és kötelezettségek láncolatába egész életünket meghatározó viszonyrendszerébe kerültünk bele. Eddig az idézet, és akkor szeretném hozzátenni, hogy nagyon szomorú, hogy vannak emberek, sőt politikai irányzatok, akik ezt a meghatározottságot megpróbálják kikerülni, megpróbálják semmisnek tekinteni, és átállnak valamilyen másik csapatba focizni. Úgy gondolom, erkölcsileg ez több, mint aggályos. Nagyon tisztelettel köszönöm önnek egyrészt, hogy elfogadta a meghívást, hogy kitérthettünk most legújabb könyvének néhány, igaz csak érinthető módon megtörtént fejezeteire. Karácsonyi ajándékénk is szívesen ajánlom kedves nézőinknek. Külön köszönöm önnek, hogy nagyon magas beosztásait mindig a lehető legszerényebben, de annál inkább több munkával és eredményre vezető munkával vezette. Köszönöm önnek, hogy az egyetemi ifjúságot is orientálni tudta. Pontosan erre, ezen mentalitással védd a hazádat. Maradj itthon, tedd meg, amit tenni tudsz érte. A fővárosból lakhely szerint is a Szeged választotta a kedves családjával, ahol szintén az irodalom, a történelem, az általános műveltség, az anyanyelv őrzése,
a nemzettudat, az identitástudat megerősítésére nagyon szép szervezetet hozott létre, kultúrcentrumot hozott létre, és a Szegen. Módon volt belenézni ebben a gyönyörű otthonos közösségben, hála önnek, hogy ott lehettem. És nagyon szépen köszönöm önnek végtelen tisztelettel eddigi munkásságát, és amelyet most is felvállalt, közösségépítést. És szívből remélem, hogy azok a szervezetek, intézmények, ahol most is a névjegyét folyamatosan leteszi, nem beszél ugye a muraközi kedves közösségünkről, Ruda Gábor urat is tisztelettel köszöntöm innen. Sok-sok embert össze tud fogni, és ebben a finom, szelíd, de annál inkább kemény munkára ösztönző egyéniségével mindig csatát nyer. Én kívánom, hogy az új esztendőben, mert most a hírérték első új esztendei adásánál vagyunk együtt, nem véletlenül hívtam meg önt elsőként. Kérem szépen, egy gondolattal úgy köszönjünk el kedves nézőinktől, hogy ön kíván valamit gondolataiból kedves nézőinknek és nemzetünknek, parancsoljon. Ebben a szerencsétlen időszakban legelsőképp jó egészséget szeretnék kívánni mindenkinek, mindannyiunknak, mert jó lenne már az alagút végét járni ebben a világjárványban. Ezen túl pedig a feladatainkat kellene számba vennünk. Nem olyan ez a közép-európai nemzetiségi kérdés, amit örökre megoldottnak tekinthetjük. Ezt csak diktátorok állították, hogy ez egyszer és mindenkorra megoldott. Nap mint nap dolgoznunk kell rajta, hogy egyfelől a nemzeti összetartozásunk, másfelől a szomszédainkkal való sorsközösségünk ügyét napirenden tartsuk, építgessük, szőjük ezeket a szálakat, és soha ne legyen megkérdőjelezhető az együvé tartozásunk. Ezt kívánom valamennyiünknek. Tisztelettel köszönöm. Köszönöm én is a meghívást, és tanárnőnek is a nem első együttműködésünket. Szívből remélem, hogy folytatni folytassuk. Tudjuk. Áldott szép új évet kívánunk! Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu